Sziasztok, üdvözletem minden békéstől. Amit most be fogtettek mutatni, az egy kiállított gőzmozdony. Itt a békési pálinka az ELT telephelyén. Hát mivel most munkaszüneti nap van, és hosszú hétvége, nincs itt senki a környéken, de ezért csak így kerítésen kezdett megmutatni egyébként. Itt van az ásztójuk, és egyébként, ahogy látjátok, a magának a pálinka főzdének a logójában is benne van a gőzmozdony. 1984 óta a tulajdonuk. Egyébként ez a 377-269-es gőzmozdony, itt látjátok. És ez a sarkadi cukorgyárban szolgált 1984-ig, onnan, amikor ott leselejtezték, akkor vette meg a békési pálinka az ERT. Akkor még békési pálinka ERT-nek hívták, és sokáig pálinka főzéshez fejlesztettek benne gőzt. Egészen még talán 2001-ben is még ez az aktív használatban volt. Ennek ez egy pillanat. Na szóval ezt valahol is tartottunk, akkor mondom, hogy nagyon sokáig használták a pálinka főzéshez szükséges gőz fejlesztésére a mozdonyt, és miután ez a szolgálat ideje lejárt, itt kiállították, és most is ott, ahol most van. Szintén van hozzá egy személykocsi, meg egy teherkocsi, és mint látjátok, az a személykocsi belülre be volt rendezve korábban ilyen pálinka múzeumnak, pálinka kóstolónak. Erről majd megpróbál a képet előásni, mert van, és... szerintem 2010-ben is, amikor még itt volt a pálinka napok, akkor befűtötték a gőzöst, így a látványként. Ez egy üzemképes mozdony volt már még akkor is. Hát azóta a kazán vizsgája lejárt, azért nem lehetne most akár üzembe helyezni, viszont nyilván le lehetne újra vizsgáztatni, hogyha arról lenne szó. Az nem akadálya, de hát nyilván, ameddig nem derül ki, mi lesz a sorsa, addig erre nem költenek, érthető okokból. És egyébként épült hozzá egy kisebb park is, hogy eltérjük a békés pálinka megállóhely, és az pedig ott egy alakjelző. Ja, igen, ott látszik a logón, és a békési pálinka az ERT. Az pedig ott mellette egy vízdalu. Gőzöseket töltötték föl belőle. Látszik, ott mellette van egy ilyen kis mini játszótér is, szintén ilyen gőzöseket, csak azt most nem tudom megmutatni, mert pont eltakarja. És mert éppen nincs itt senki, így kerítésen keresztül csak ennyi látszik belőle. De tervezem, hogy ide majd kérek majd engedélybe jönni, és akkor megmutatom nektek ezt így vévebben, és akár még a kocsi belsejét is. De mert az is elképzelhető, hogy ahogy 2010-en már, mert akkor biztos itt voltam, és nem is, hogy akkor már lehet, hogy nem fűtötték be úgy rendesen a gőzmozdony, csak egy füstgránátot dobtak bele, vagy valami füstölő, vagy egy füstbombát, és az volt a hangulati elem. Ezt most így már nem emlékszem már rá, hogy akkor ez most pontosan hogy volt, de akkor még üzemképes volt, azt így mondta, hogy a Békési Zoltántól, a Békési Pálinka az életi tulajdonosától hallottam akkor, hogy biztonsági okokból valamilyen alkatrészt leszereltek róla, hogy nehogy véletlenül ne lehessen indítani, de egyébként üzemképes lenne. Hát jó, az akkor volt, azóta lejárt a kazán vizsgája. De az egykori mozdonyvezetője, aki a sarkadi cukorgyárban a beosztott vezetője volt, akkor még itt dolgozott a pálinka főzdében. Egyébként van alatt a sín is, ezt mindjárt mutatom. Diós Győr. Nem tudok rá fókuszálni, nem látszik. Igen, a kerítés megzavarja a fókuszt. Hát jó, akkor ez csak egy ilyen kis gyors kis kerítés, hogy itt ilyen is van, érdemes nézni. Mióta a Békési Pálinka centrummal felépült a volt zsinagóga épületében a belvárosban, azóta a Békési Pálinka napokat ott tartják, és nem itt a telephelyen. Tehát azóta nincsen itt ilyen közülés, meg nem lehet ilyen könnyen bejutni, még minden rendezvény a pálinka főzdében, vagy hát a pálinka házban van. És azóta szerintem a gőzös sem volt befűtve. Meg a pálinka kóstolásra sem használták
személykocsit sem, de most azt hallottam, így ez egy idei info, hogy felújítás alatt van a személykocsi meg a közmozdony is. Lehet, hogy lesznek a tervük. Egyébként volt egy olyan tervük még a Munai Békésvonal bezárása utáni években. Volt egy olyan tervük, a MÁV-ot is megkeresték vele a pálinka főzde, hogy ez csak közben elindulok és mondhatom egy kicsit elébb is, hogy csináljuk meg a reklámot, megérdemlik, hogy üzemeltetnék a Munai Békésvonalat és a saját gőzösükkel is mennének rajta, csak ezt a MÁV akkor nem engedélyezte, elutasította ezt a késfej, és hát pontosan nem tudom, hogy helyből elutasították-e, vagy csak olyan magas költségvonzata lett volna, ami miatt nem tudták bevállalni. Ez azóta se derült ki. Vagy hát voltak különböző infók róla, hogy pontosan mi történt. De olyan tervük is volt egyébként, hogy egy öreg dízelmozdonyt is megvásárolnak, és akkor azzal is csinálnak ilyen pálinka vonatot, vagy ilyen látvány vonatozást azon a vonalon. Egyébként ez itt végig a békési pálinka az ilyen tételephelye. Na hát akkor ez most hirtelen ennyi lett volna, amit el tudtam róla mondani. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!